Hát ilyen se volt, még kérem. Sandman is lépésszámláló megelőzte a másikat. Már az első összenézésnél feltűnt a nagy különbség. És akkor még azt hittem, hogy a tegnap nem frissítettem be éjfél előtt, és hogy a tegnapit adta hozzá, és azért mutatta ennyivel többet. De aztán megnéztem, és nem, mert ugye ott van a Sandmanisnál a tegnapi lépés 4230, és hogyha itt megnézzük, akkor itt van a tegnapi lépés, és szintén 4230. Tehát nem az volt, hogy hozzáadta, hanem tegnap végig szinkronban volt egyébként. Úgyhogy most történt egy ilyen érdekes dolog. Hát most úgy néz ki, hogy akkor visszakaptam az eddig elösztegetett, vagy nem számolt lépésekből valamennyit. Egyébként ez majdnem ezer a különbség. Egy gyorsan számoljuk ki. 53 lépés hiány, 1000 lépés. Na, hát most már ilyen is van. Azt nem bánom, hogyha lesz még ilyen, persze, mert azért ugye elég sok lépés elveszett már. A mai első összehasonlításkor, úgy még a nap elején, megint az volt, hogy a Sandman is az nagyon kilövett, jó a dupláját mutatta, mint a másik. Aztán úgy nap közben elkezdte ezt a dolgot, hogy hát lényegében ugye leállt 1948-nál, és azóta egyfolytában akárhányszor befrissítem, ezt írja ki, hogy valami elromlott. Most egyszer frissítem, és kétszer fogja kiírni. Hát persze, hogy most nem mikor meg akartam mutatni, na, majd talán most. Hát nem, most már csak egyszer. Na mindegy, ott láttad, amikor bekapcsoltam, akkor egymás után kétszer írta ki, pedig akkor be se frissítettem, meg de mindegy, egész nap így csinálta, hogy egy frissítése kétszer, és még mielőtt leállt, akkor is egy frissítésre kétszer frissített. Úgyhogy szerintem valamit ott csinálnak vele a háttérbe, frissítgetik, vagy javítgatják, vagy valami. És azért van most ez. Úgyhogy kíváncsi vagyok holnapra, hogy visszatér-e, meg már ugye szó volt arról, hogy már március-áprilisban már majd beteszik, hogy be lehet váltani a pontokat. De hát már itt van június, aztán még nincs itt. Na, majd kiderül, hogy most ez miért van, de bizonyára valamit variálnak rajta, és azért. Ma is folytatódott a valami elromlott dolog, vagyis hogy nem frissített be a Sandman is. Aztán napközben kaptunk is e-mailt róla, hogy dolgoznak rajta, azért van ez. Én olyan 3-4-5 körül, amikor ránéztem, akkor már jó volt. Persze előtte is többször megnéztem. És viszont egész jól elment. Elhúzott, úgymond, szóval visszajött egy jó csomó lépés. Úgyhogy itt most itt tartunk. Most egyszer rányomta.
kétszer írja ki. Tehát most ennyit adott, úgyhogy marha kíváncsi vagyok, hogy holnap mennyit fog adni. És egyébként a másik érdekesség, hogyha itt lehúzom, akkor ugye a Sandman is ugyan annyit mutat, mint a másik. Tehát akkor láthat adni. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy holnap, mert ezek szerint már akkor ugye kész van, megcsinálták, vagy befejezték. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy holnap hogy fog lenni, hogy többet fog-e mutatni, hogy visszaáll szinkronba, vagy marad úgy, ahogy volt. No, kérem. Tegnap, azaz június 14-én egyik alkalommal, mikor megnyitottam a Sandman és lépésszámlálót, akkor láttam, kiírta, hogy frissítés jelent meg, frissítsem. Frissítettem, aztán megnyitottam, és utána már ez fogadott. Tadá! Na már most az egyik, hogy ugye látod a tegnapi, azaz a akkor június 14-ei 14 óra 43 perckor készült képernyő fotót, akkor mutatott 13.893 lépést, ami úgy jó is volt, úgy meg is egyezett. Egyébként reggel, tegnap reggel az első összehasonlításnál megint több volt a Sandmanisé, egy duplája volt, igen, megduplázta. Ezt ugye mindjárt reggel néztem az első rövid kis menet után. Aztán utána itt volt, tehát itt volt 13.893. És ugye miután megláttam ezt a új felületet, meg minden, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy na, akkor biztos a linkem is megint megváltozott, úgyhogy meg is néztem következő lépésként a linket, és hát igen, megint megváltozott. Ezt még most nem ellenőriztem le böngészőbe, hogy az előzővel megegyezik-e, mármint hogyha böngészőbe ugye beírom laptopon, hogy akkor a végét azt ugyanarra írja ki. Mert ha igen, akkor jó, mert akkor elvileg az előző link is érvényes, de attól függetlenül át fogom tenni ezt az újat a PDF-embe. Aztán utána jött az, hogy 17 óra 4 perckor megnéztem, és hát ezt láttam, amit itt láthatsz, hogy a pedométer lépés számlára 22.751-et mutat, míg a Sandman is meg lecsökkent 9.266-ra. Na már most, hát ez így elég meglepő volt. És akkor ugye itt a következő, ez már a tegnapi nap vége, és hát látható, hogy ugye a pedométeres az fölment egy, hát egy ezressel, kicsit több mint ezerrel fölment, viszont a Sandman is meg csak épp, hogy totyogott egy kicsit, és itt állt meg végül 9359-nél. Úgyhogy ez így nagyon lemaradt, valami nem volt jó. Viszont ma reggel, tehát már 15-én, júni 15-én, reggel az első bekapcsolásnál, ez volt 7 óra 46-kor, mindjárt akkor kiírta, hogy megint elérhető a frissítés, úgyhogy megint frissítettem, megnyitottam, és ott már látható, ott 871-et számolt erre a napra. Utána frissítettem, utána megint megnéztem a linket, hogy esetleg nem-e változott, de úgy látom itt, hogy nem, ez a 4,
WOF volt előzőleg is. 4WOF, igen, ez volt az előző is. És most jelenleg ott tartunk, hogy most ez a tegnapi, hogy a pedométer 871-et mutat, és a Sandman is 871-et mutat. Most ide nyomok egy frissítést. Megint kétszer írta ki, de maradt a 871, tehát most jelenleg szinkronban vagyunk. És akkor itt gyorsan megmutatom a... Hát mondjuk, akinek van, mondjuk nem nehéz felfedezni, mindegy, szóval most ugye itt van alul a menü, és akkor ott vannak a saját lépések. Második, ez most egy új funkció, ilyen alvásfigyelő, vagy valami ilyesmi. Ezt nem tudom, hogy kéne szinkronizálni, meg hogy mi ez, hogy ez, de itt is lehet pontokat gyűjteni, de gondolom majd lesz valami tájékoztató róla, hogy akkor ez most hogy működik. És akkor vannak itt ilyenek, és akkor itt lehet ilyeneket csinálni, de szerintem ezek még nincsenek beaktiválva, és azért hiába tapizom, akkor se csinál semmit, meg még szerintem ugye ez sincs beaktiválva, vagy nem tudom, majd biztos lesz róla. És akkor itt vannak az ajánlások. Itt írja, hogy nincs ajánlásom. Ezt gondolom kimondottan, hogy a lépés számlálót, ha valaki általam tölti le, akkor ide fog bekerülni. És akkor van itt egy ilyen, hogy legjobbak. És akkor ugye az első helyezetnek van 6.021.642 lépése. Tényleges hónap. És akkor gondolom ez meg azt jelenti, hogy ebbe a hónapba van nekik ennyi. Jó, menjünk vissza, és akkor ugye az utolsó az meg a megosztás, és akkor ugye ez a... Én ezt így szoktam, ugye ilyenkor rányomok a megosztásra, és akkor egy jegyzetbe beteszem, mert akkor oda kiírja a linket is. És akkor ugye most maradt ez a 4 WOF. Jó, és akkor úgy nagyjából ennyi, és akkor még van itt a beállítások, és akkor itt ilyenek vannak, tüdüdüdüdü. Hogyha ide jövünk a Sandmaniról utolsó menüpontra, vagyis utolsó előttire, akkor itt, hát aki el tudja olvasni, elolvassa. Én is el tudom, hogyha lefordítom, haha. Ja, hogyha ide nyomok, az mi? Ez nem csinál semmit. A ház viszont átjön ide. Aj, már. Jó. Na mindegy, ez így jó. Van ilyen. Meg itt vannak ezek, amiket látsz. Na. És akkor ugye most tartunk a 3.2.0 verziónál. És akkor hát, mivel így nagyon neki lódultak, ezért most már talán tényleg be lesz rakva a pontbeváltás is. De hát ugye rengeteg elveszett nekem is, mert nagyon sokszor ott, hogy bezárt, bezárt ott a háttérbot, észre se vettem, aztán nem számolt semmit. És hát most itt az utolsó napokban visszajött valamennyi, de szerintem attól jóval több elveszett. És akkor ez eddig az előző verzióban jobban ki volt írva, mert most ez a 1 MN lépés az most így nem annyira sokat mondó. Hát azért ez jó lenne, hogyha pontosabban lenne kiírva, mármint hogy teljes pontosra.
Lehet, hogy a beállításokba lehet valahogy ezt beállítani, de nem hiszem. Nem. Hát, na mindegy, most ilyen. Aztán majd meglássuk a továbbiakat.